Adventi időszak van, várjuk a kereszténység egyik legnagyobb ünnepét, ugye a karácsonyt, és szerettünk volna a cigány nemzetiségi önkormányzatnak egy ajándékkal kedveskedni. Közel 300 kiló szaloncukrot és déli gyümölcsöt adtunk át nekik, amit ők majd kiosztanak a rászorulóknak. Mi úgy gondoljuk, hogy a karácsony az a emberi kapcsolatokban és a szeretet megélésében realizálódik. Tudjuk azt, hogy ilyenkor ugye a sötétségen áthatol a fény, felemeljük a szíveinket, és azt gondolom, hogy ezzel a szeretettel, ami ilyenkor kisugárzik a karácsony üzenetéből, az együtt töltött étkezések, illetve karácsony üzenetének a megértésében az nagyon sokat segít, hogyha ilyen apró figyelmességekkel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, vagy esetleg a rászorulók. Csongrád Csanád megyében 19 településen van cigány önkormányzat. Mindegyikbe elpróbáljuk jutatni ezeket az adományokat, és természetesen a szegedi cigány gyerekek is részesülnek. A leghátrányosabb településekre fognak eljutni. A cigány önkormányzati elnökeink folyamatosan jönnek és viszik ezeket az adományokat, amelyeket a megye közgyűlésétől Gémes László úrtól kaptuk felajánlásként. Nagyon meglepett bennünket, és nagyon szépen köszönjük még egyszer az elnök úrnak a támogatását. Pont karácsonykor azért is szeretnénk ezzel a kis apró figyelmességgel demonstrálni, hogy lássuk azt, hogy itt Szegeden a karácsony mindenkinek szép, mindenkinek jó, és mi egy család, egy nemzet része vagyunk, és ez egész természetesen adódik abból, hogy a magyar kultúrának integráns része a cigányság és a roma kultúra.